Dunaújváros építésének 70. évfordulója alkalmából szerveznek programokat. 50 éves a Bánki, ennek apropóján februárban projektnapon vehettek részt a diákok. A Dunafer Sportegyesület röplabda csapata elsőprő győzelmet aratott a Székesfehérvár ellen. Üdvözlöm Önöket, ez a Dunaújváros Televízió híradója. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Idén 70 éve, hogy elkezdődött településünk építése, melyet Dunaújváros megyei jogú város vezetése szeretne méltó módon megünnepelni. A programsorozat részleteit a Főtér Kávézóban sajtótájékoztató keretein belül mutatták be. Pénteken kezdődik meg a József Attila Könyvtár szervezésében a Dunaújváros építésének 70. évfordulójára szervezett programsorozat első rendezvénye. Az előadáson Kemény Dezső, író, újságíró születésének 95. évfordulója alkalmából idézik fel emlékét. A május 1-én és augusztus 20-án zajló események szervezésében az Eurosó Kft. Is részt vesz. A részleteket sajtótájékoztató keretein belül ismertették. Nagyon sok színes programmal készülünk május 1-én, mind a gyerekek, mind a felnőttek számára. A színpadon egésznapos programok lesznek láthatóak, viszont ezekről majd bővebben csak jövő héten fogok tudni információt adni. A felnőtteknek készülünk egészségügyi szűrő programokról, illetve a Kortárs Művészeti Intézet és a múzeum is látogatható lesz. Ott is Dunaújváros 70 évfordulója alkalmával különböző tárlat és kiállítások lesznek megtekinthetőek. A gyerekek számára pedig rengeteg sok játékkal, programmal kedveskedünk. Ezek itt a Városháza tértől lefelé a Felső Dunaparti sétányig, a Panoráma útig lesznek megtekinthetők, illetve kipróbálhatók. Ezeket is próbáltuk az újvárosi karnevál koncepciójához illeszteni, hogy együtt, közösen csináljunk valamit. A Miénk a világ címet kapta egyébként ez a gyerekeknek szóló program. Ebben láthatók lesznek ugrálóvára, kiátszókamion, ökoprogramok, és nagyon-nagyon sok olyan érdekes kis játék, ami a kicsiket és a nagyokat is kellőképpen szórakoztatni fogja. Barta Endre, humánügyekért felelős alpolgármester ismertette a programsorozat részleteit. Lesz külön városi rendezvény, illetve az intézményeink is külön, de mégis ilyen egységes rendezvény sorozattal készülnek. Az intézményünk már most a héten megkezdik egyébként, ezen a József Attila Könyvtárban most pénteken Kemény Dezső előadásával kezdődik majd ez a sorozat, és úgy, mint ahogy a múzeum, az MMK, a KMI és a színház is folyamatosan kapcsolódnak majd be, természetesen az iskolák, illetve más-más szervezeteknek a bevonásával, de mint önkormányzat, április 29-én fogunk úgymond nyitni, szinte a Bartókban, hiszen akkor ez Dunaújváros díszpolgár díjának az átadása, és azt gondoltuk, hogy ezt már egybe kötjük ezzel az esemény sorozattal, és már ott lesz egy ilyen kis műsor, és lesz egy ilyen kis felkészítő dolog erre az egészre. A szervezők ígérete szerint hamarosan a május 1-én fellépő előadókról is részletes tájékoztatást fognak adni az érdeklődőknek. A Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása, és ezzel összefüggésben a humanitárius szemléletmód terjesztése. Céljaik megvalósítása érdekében ebben az évben 49. alkalommal hirdették meg felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyüket. A megméretést 5 fős iskolai vagy közösségi csapatok részére hirdetik több kategóriában. A viadal 3 fordulóból áll, a területi legjobbjai a megyei erőpróbán bizonyíthatnak, a továbbjutók pedig az országos döntőben versengenek. Idén 50 éves a DSC Bánki Donát szakgimnáziuma és szakközépiskolája, mely megünneplésére minden hónapban különleges rendezvényeket szerveznek a tanulóknak. Februárban a diákok rendhagyó projektnapon vehettek részt.
Nem, ez az első alkalom a Bánki Donát szakgimnázium történetében, hogy nem hagyományos módon emlékeztek meg egy évfordulóról. Ezúttal egy projektnapra invitálták a diákokat, amint keresztül még alaposabb tudást szerezhettek az iskola múltjáról. Schön Beatrix igazgató elmondta, milyen feladatok vártak a tanulókra. 14 osztály, 14 állomásra fog ellátogatni, és az ott kitűzött feladatokat megoldani. Van QR-kódos leolvasás, van sportos feladat, van puzzle. Remélhetőleg minden gyerek érdeklődésére és örömére fog szolgálni. Schön Beatrix kiemelte, fontosnak tartják a közösséghez való tartozást és ennek az érzésnek az erősítését a diákokban. Nem titkolt céljunk az, hogy megismerjék a múltunkat a jelenlegi diákok, a régiek pedig megismerjék az új Bánkit. Egy nagyon érdekes dolog, két hét múlva, március 13-án egy osztálytalálkozó keretében például jönnek el régen végzett bánkisok, és azt kérték, hogy mutassuk meg nekik az új épületet és az új Bánkit. Úgyhogy tulajdonképpen a múlt is a jelen találkozása, és remélhetőleg a jövő. A jubileumi évsorozatot egy áprilisban tartandó gálával tervezik zárni, melyen régi, illetve új bánkis tanárok és diákok is fellépnek majd. Tomanóci Tibor, a Dunafel Sport Egyesület röplabda szakosztályának vezetőedzője értékelte az elmúlt mérkőzéseket. Hangsúlyozta, nagy öröm számára, hogy a Székesfehérvár elleni vereség után sikerült talpra állniuk, és végül megnyerték a visszavágót. A Dunafer Sport Egyesület röplabda szakosztálya eredményes időszakot tudhat maga mögött. Február 27-én játszották a Székesfehérvár elleni visszavágót, ahol sikerült megbosszulniuk a januárban elszenvedett 3-2-es vereséget, mivel a hazai csapat elsöprő 3-0-as győzelemmel zárta a mérkőzést, mely azt jelentette, hogy a Dunafer Sport Egyesület röplabdásait továbbra is vezetik az NB1-es liga csoportját. Ez elég sűrű volt a programunk az elmúlt időszakban, azért több bajnoki mérkőzést is játszottunk, meg ugye a korosztályos versenyeken is szerepeltek a játékosaink, úgyhogy kezdjük a felnőttekkel. Hála Istennek sikerült javítanunk a kis fiaskót a Székesfehérvár ellen, és a hazai mérkőzésen nagyon jó, nagyon precíz játék, a 3-0-ra meg tudtuk verni őket. Előtte volt egy találkozónk a Pécssel, akikkel ugyan kicsit fáradtabban, mert előtte a játékosaink nagy része egy U21-es korosztályos tornán vettek részt, ahol két mérkőzést le is kellett játszani, ahol nagyon-nagyon jól játszottak, azt is 3-0-3-0-es győzelmekkel tudtuk behúzni, ugye a Pécs mérkőzést is. És akkor még kezdődik, hogy volt diákolimpiájuk, amit ugye megnyertek, hála Istennek Kaposvár, úgyhogy tegnap aranyéremmel térhettek haza a Pannon oktatási központnak a diákjai, szóval eredményekben gazdag volt az utóbbi időszak. A vezetőedző az utánpótlás csapatok következő megméretéseiről is beszámolt. Hát most ugye a nagyobbakról beszélünk, mert a kicsik azok folyamatosan versenyen vannak, ugye a minisektől, az U11-esektől kezdve egészen az U15-ig végig folyamatosan minden hétvégén van valami program vagy versenyük, fiúk, lányok részéről. Ugye az U17 és U19 most a hétvégén fog játszani itthon egy tornát, ahol 3-3 mérkőzést fognak lejátszani. Az NB1-es csapat legközelebb március 8-án a Szeged otthonában lép pályára. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!